Ebben a videóban szeretnék nektek tanácsokat adni ezekhez a túrákhoz, amiket az intézményünk ajánl. A legfontosabb szerintem az, hogy készüljünk fel a túrára. Nagyon jó tájékozódási felület a Bükki Nemzeti Park honlapja, ahol sokféle túrát tudunk megnézni, rengeteg tanösvény van felsorolva térképekkel, letölthető formában is. Amit én előszeretettel ajánlok, hogy töltsétek le az útvonalat, amit később telefonon is meg tudunk nézni, de fontos, hogy a telefonunkhoz vigyünk magunkkal valamilyen külső áramforrást, mert ugye látványos útvonalakon túrázgatunk, és telefonunk ugye lemerülhet. Kinyomtatható formában is elérhetők ezek a térképek. Majd egy linket felteszünk a videó alá, ahol az általam ajánlott térkép alkalmazásokat meg lehet tekinteni, meg lehet ismerni. Előszeretettel ajánlom őket, mert nagyon jó lehet a velük az útvonalat tervezni. Meg lehet nézni, hogy hány kilométer, milyen szintemelkedések vannak benne, milyen terep viszonyok várnak ránk. Mindenképp fontos ellenőriznünk azt, hogy milyen időjárási körülmények vannak. Ma már erre is nagyon jó alkalmazások, applikációk vannak, meg tudjuk nézni, hogy éppen esik-e az eső vagy nem. Mi most megnéztük azt a videófelvétel előtt, hogy bizony esős idő van, és valószínűleg esni fog. De ugye ezt el is lehetne kerülni azzal, hogy ilyenkor nem indulunk el, vagy pedig a másik verzió, hogy olyan ruházatban jövünk, ami ugye bírja az esőt. Fontos még, hogy a felkészülésnél, főleg ha gyerekekkel, családdal kirándulunk ezekre az útvonalakra, amiket ugye előszeretettel ajánlunk, hogy ide a gyerekeket is vigyétek magatokkal, vegyük figyelembe az ő teljesítményüket is, megfelelő hosszú idővel készüljünk, vigyünk nekik megfelelő élelmiszert, legyen egy kis csoki nálunk, mert ugye a vércukorszint a gyerekeknek nagyon hirtelen le tud esni, nagyon nem fog jól nekik esni a túrának a vége, hogyha éppen éhesen kell túrázniuk. Ami még fontos, hogy ha délutáni késő időpontban szeretnénk megcsinálni ezt a túrát, akkor vigyünk magunkkal egy fejlámpát, ránk ne sötétedjen, bármilyen nehezítő körülmény van, ránk sötétedhet, erdőbe, sötétbe nem jó lámpa nélkül mozogni. Úgyhogy mindenkinek jó túrázást kívánok, várjuk a videókat, felvételeket, és csatlakozzatok a két tanösvény túrához. Hajrá!